Diákok és szülők kérésére, valamint az óbecsei gazdaság fejlesztésében feltételezett perspektívákra való tekintettel az Óbecsei Gazdasági Kereskedelmi Iskola idén újra nyitja a 3 éve megszűnt turisztikai technikus szakot. Ezen a szakon összesen 30 diák tanulhat, az órák pedig szerb nyelven zajlanak majd. Válasszák a turisztikai technikusi szakot, amely egy új oktatási profil lesz, új tantervel és programmal, amely a diákok részére társadalmi tantárgyakkal lesz gazdagítva. Úgyhogy azok, akik szeretik a történelmet, a földrajzot, az idegen nyelveket, különösen az angol nyelvet, az üzleti angol nyelvet, az anyanyelvet, szeretnek sokat olvasni és kíváncsi természetűek, szabadon beiratkozhatnak a turisztikai technikusi szakra. A Közgazdasági Kereskedelmi Iskola jövőre összesen 180 új tanulót vehet fel, akiket 6 tagozatra osztanak szét. A leendő középiskolások a turisztikai technikusi szakon kívül választhatnak a mindkét nyelven megnyíló pénzügyi adminisztrátori, valamint az utóbbi években egyre népszerűbb kommercialista szak közül szerb nyelven. Ezen kívül a kínálatban szerepelnek a 3 éves szakirányok is, így ebben az Óbecsei Oktatási Intézményben szakácsok és kereskedők képzése is folyik majd szerb nyelven, és cukrászok és kereskedők képzése magyar nyelven. Másfelől a 4. osztályos tanulók részére hamarosan megszervezik a kísérleti állami érettségi vizsgát. A közgazdasági iskola 4. tanulói állami érettségi szakvizsgán vesznek részt 2007 óta, úgyhogy nekünk már ilyen szempontból sok tapasztalatunk van az állami szakvizsgával kapcsolatban. Most azonban felkészülési fázisában van az állami vizsga minden szinten, minden iskola számára, így mi április 5-én részt veszünk a kísérleti állami vizsga lebonyolításában. Minden 4 éves szak végző se részt vehet a kísérleti állami vizsgán, amelyekből lesz több is szervezve. Ez a kísérleti folyamat egészen 2024-ig tart majd, tehát a mostani másodikosok vesznek majd részt a teljes állami szakvizsgán, amely egységes lesz minden 4 éves szakközépiskola és gimnázium végzőse részére. Azok a diákok, akik az Óbecsei Közgazdasági Kereskedelmi Iskola 4 éves képzéseinek valamelyikét elvégzik, bármelyik kívánt egyetemi karra beiratkozhatnak. Minden végzősünknek bármelyik kar elérhető lesz, 2024-től pedig a tanulóknak lehetőségük lesz a saját érettségi szakvizsgájuk mellett, amely a kívánt egyetemi karra irányítja őket, más tantárgyból is érettségizni. Amennyiben ez a tantárgy nem szerepel a szakközépiskolai képzés tantárgyai között, tehát minden diák, aki 4 éves középiskolát fejez, minden egyetemi karra beiratkozhat majd, annak függvényében, hogy mennyire készült fel az érettségire, és hogy hogyan tanult. A 3 éves képzésben résztvevő tanulók a szintén 3 éves főiskolai oktatásra pályázhatnak. Kérem a szülőket, hogy az iskola választás előtt figyeljenek oda, ne dőljenek be a különféle dezinformációknak, amelyek a médiában és az általános iskolákban terjednek.